En gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim Az ott egy nudliság, amit láthattok. Ez pedig egy szirmai gegely, amit hallhattok, láthatok és a szívetekben érezhettek. Üdvözlök mindenkit! Ez itt egy újabb smart stream. Természetesen megtartjuk azt, ami elmaradt. A mai adásunkban egy új nemzeti ünnepet, vagy sok új nemzeti ünnepet fogunk alapítani, ugyanis Uh, folytatjuk a felkészülést a hatalom amikor is elkerülhetetlenül pártot alapítok, és én leszek Magyarország új miniszterelnöke. Amint hatalomra kerülök, mindenképpen reformálni fogom nem csak a politikai rendszert és az adó rendszert, hanem specifikusan a kultúránkat övező kereteket. Ugyanis faszom ki van vele, hogy a magyar ennyire depresszív, valahogy meg kell oldanunk, hogy szeressük egymást, mert ha szeretjük egymást, akkor a jövőnk is garantálva van. Úgyhogy ez alapján új nemzeti ünnepeket fogunk alapítani. Amik... Amik... Nem arra, emlékeznek, nem arra emlékeznek meg, hogy mennyire szétrúgták a valagunkat. Ezek meg azok a nemzetek. Cheesy, köszönöm szépen! A 11 hónapos subscription Jézus, melyem gyerekek, közeledünk. Agresszívan, határtalanul, félelmet nem ismerve közeledünk az év felé. És mennyire örülök, hogy erről megemlékeztettünk. Lesz szó Elon Musk streamjéről? Lemondott a Twitchről és kiosztott 10 ezer euh, dollárnyi bitcoint. Vajas spiritós! Nem hiszem, hogy a mai témánkhoz ez csatlakozik, ugyanakkor, hogyha akartok, valamikor tarthatunk egy Elon Musk streamet. hogy valószínűleg végig fogunk röhögni, de az az ember az nem normális. Gyerekek, meg kell javítanom a kamerát. Hogy ne csak nudli segít, lássátok. Köszönöm szépen, Andr itt van dupla András. Köszönöm szépen a bites csírt pozitív Valami ilyesmi, valami ilyesmi. Tehát valahogyan úgy kéne megközelítenünk ezt az egész politikai helyzetet, hogy egy olyan, olyan, olyan alternatívát biztosítunk a magyar nemzetnek, ami nem totálisan depresszív, lehangoló és úgy általában kiábrándító. Remélem ez így most jobb. Oh, it's the poodles! Hát fantasztikus. Itt van velünk Nudli. Vedár, köszi szépen! A 30 bit egy csírt. 6 g minden bokorba? Igen, igen, igen. Természetesen ez azért, ezek a nemzeti ünnepek azért nem csak arról szólnak, hogy bejelölünk egy pár időpontot a naptárban, hanem igazából mit jelentenek a nemzeti ünnepek, amellett, hogy lehetőséget adnak arra, hogy megünnepeljük magyarosságunkat, emellett specifikusan kiemelik, hogy milyen értékekre, milyen történelmi eseményekre, milyen általános kvalitásokra vagyunk mi büszkék. Tehát mi az, ami, ami magyarra teszi a magyart? És ez lesz az első kérdés, amit most meg kell válaszolnunk. Vajon mi az, ami magyarra teszi a magyart? Találtam egy cikket, ami nagyon szarú tölt be. Ugyanakkor most úgy néz ki, hogy sikerül az természetesen az indexen találtam, de <coughs> megválaszolja azt a kérdést, amit feltettünk, amivel kell kezdenünk ezt az egész gondolatmenetet, ez az egész smart streamet. Milyen a magyar ember? A vasuk Nudli szentély. Nudli még nem halt meg, különös lány. <laughs> Max, maximum alelnökké lehet megtenni. Arra viszont teljes mértékben hajlok, sőt, nyitott vagyok. Magyar feltalálók ünnepe. Igen, Ofix, nem szaladunk előre, de alapvetően én is gondolok egy ilyenre. Nézzük meg először a kvalitásokat, nézzük át, hogy mi az, amire ünnepet kell találnunk. Milyen a magyar ember? Nos, a megkérdezetek szerint, ez egy Galapol, Galop intézet által a miniszterelnöki hivatal megbízásából készült felmérés, 2000-ben. Na most természetesen, mivel ez már történelmi, ugyanakkor ez az, amire én leginkább tudok most hagyatkozni, úgyhogy engedelmetekkel megteszem, hogy 22 évvel később <laughs> ránézzünk arra, hogy mit gondolt a magyar. Szerintem, ha ma megkérdezünk egy magyart, hogy milyen a magyar ember, akkor csak és kizárólag káromkodásokba fog válaszolni. Nézzük, milyen a magyar ember? A megkérdezetek szerint leginkább újító, szellemű, törekvő, valamint ügyeskedő, eszes, értelmes, intelligens és anyagiás. Nagyon érdekes egyébként, hogy ezt, ezt a kombinációt választották. Én alapvetőleg az újító és az alkotó szellemű... Ö, az újítóval egyetértek. Nem tudom, hogy mi az, amit alkottunk. Feltalálni, fel találni dolgokat, de nem tudom, hogy mi az, amit alkottunk. Milyen fenomenális, sosem látott dolgokat tettünk le az asztalra. A, talán építészet terén. Talán építészet terén. Magyar ember nagyon büszke, nem is? Ne, ne, ú, pruki, én ezzel nem értek egyet. Szerintem a magyar ember az olyan szintén depressziós, hogy minden gyűlöl, ami, amit ö, csináltunk. Valaha a magyarságra lekevésbé jellemző, hogy lusta, összetartó, bosszúálló és mértékletes lenne. Bosszúálló annak nagyon tudok örülni, az biztos, hogy nem, nem vagyunk se lusták, se összetartóak. <laughs> Talán a csontvári festmények? Igen, művészet, művészet terén azért vagyunk, jók vagyunk, nem annyira jók, mint technológia terén, de nem vagyunk. Depressziós és hangos, depressziós az egészen biztos. A depressziós az egészen biztos, na most ezeket, a, ezeket az értékeket ki kell egészítenünk. Tehát alapvetően én úgy gondolom, hogy újító az nem rossz, ügyeskedő, eszes, értelmes, intelligens, és alapvetően a mentális készségeink azok kétségtelenül apró nemzetünkhöz mértően ö, mérve is kimagaslóan jók. Tehát alapvetően mi egy okos nemzet vagyunk, én ezt teljes mértékben el tudom hinni, el tudom fogadni. A történelm is azt mutatja, hogy rengeteg feltaláló technikust és egyéb értelmiségit adtunk a világnak, tehát alapvetően nem vagyunk hülyék. Bármennyire is szeretné mindenki azt mondani. Tehát alapvetően újítóak vagyunk és feltalálóak. Nem vagyunk hülyék. Ez két nagyon fontos kvalitás. Van mi, amire már abszolút tudunk építeni. Ö, emellett, emellett számomra, és öröm, olvasom a csetet, és örömmel fogadom a javaslatokat, de számomra a, talán az lista elejére kerülő legfontosabb pont, amit el lehet mondani a magyarokról, az a következő. Nem vagyunk hajlandóak kihalni. Ez iszonyatosan fontos. Ö, én erről már többször beszéltem, ami miatt én borzasztóan tisztelem a magyarokat. Az, az hogy semmi igazán megragadható logikus érv nem szól a mellett, hogy mi még mindig életben vagyunk. Olyan rohadt pici ország vagyunk, annyira beszélhetetlen a nyelvünk, annyira össze-vissza, kavarodott, zavarodott, kaotikus a kultúránk, és annyira könnyen asszimilálhatnának minket, mint kisebbség egy másik nagyobb nemzetbe, hogy Teljesen indokolatlan, hogy mi a történeim viharai közt is azt mondtuk, hogy Tudom, mi van, leszorom, hogyha mi három pocsolyányi méretűre is zsukorodunk, akkor is ott leszünk, mint Magyarország. Ez a fajta kitartás, ez a fajta határozottság, ez a fajta levakarhatatlan jelenlét az, ami számomra leginkább jellemzi a magyart. Úgyhogy nem vagyunk uh, hajlandóak kihalni, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ugyanis ide kell találnunk győztes csatát. Na most a győz győztes csaták azok veszélyes nemzeti ünnepek. Mert nyilván egy másik nemzetet, ami még valószínűleg létezik, azt le kellett győzni ahhoz, hogy ezt ünnepelni tudjuk. Én úgy gondolom, gyerekek, hogy a, a hogy a magyar, magyarságnak kell egy kis kap be a faszom hangulat. Tehát, hogy, 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 erre nagyon építenek ez az anti az egyik, egyik terület a politikai szférának. Én úgy gondolom, hogy ezt a leg, legoptimálisabb helyzetben nem egy olyan nemzet felé kell irányítani, vagy nem egy olyan társulás felé kell irányítani, amiben benne vagyunk. <laughs> Hanem úgy általában a történelem szempontjából azt kell mondanom, hogy mi nagyon szeretjük a törököket, örömmel dolgozunk velük együtt, összekötjük az iparunkat, de azért megünnepeljük, amikor elküldtük őket a picsába. Ez a fajta, ez a fajta kettőség, ez teljes mértékben megfér egy magabiztos, erős nemzetnek a jellemképében. Azért az, hogy még nem haltunk ki, nem jelenti, hogy nem is fogunk. Winter, Mute Hun, abszolút igazad van. Ezt nem akartam korán hozzátenni, de ez valami, amire én is oda akarok figyelni. Ugyanis, a végérvényesen, végérvényesen az, hogy jobbá tesszük a magyar létnek az érzetét, hogy szeretetteljesebbé tesszük a magyar mindennapoknak a közérzetét, hogy pozitív értékeket társítunk magyarsághoz, az azt fogja eredményezni, hogy több lesz magyar. Mert akarunk még csinálni magyar, mert azt mondjuk, hogy magyar az tök király, én tökre örülök, hogy van magyar, úgyhogy fia, én leteszek még egy-kettőt az asztalra. Tehát alapvetően én így gondolkodom, hogy ez, ez sok, segíteni fog a társadalmon, ugyanis most ilyen 1.20-on valahányon vagyunk népességszaporodás szempontjából, ami azt jelenti, hogy halunk ki. Tehát most euh, még, amikor, még amikor szeretett kormányunk szeretett kormányra került, akkor az volt, az volt a vágy, hogy 2.1-re euh, vigyük fel a gyerekvállalási arányt, ami azt jelenti, hogy reprodukálják magukat a szülők ugye kettő gyereket kell letenni az asztalra, ahogy, ahhoz, hogy amikor mi lekerülünk az asztalról, akkor, akkor megmaradjon a szám. De most ez nem sikerült. És annak ellenére, hogy ezért most nem lehet hibáztatni ezt, meg azt, meg a azt, ez egy roppant komplex kérdés, a, 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 a nyugati társadalmak java része az, az, az ö, csöken, létszámmal rendelkezik. Függetlenül ettől hát én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kell javítanunk, illetve az én kormányprogramomban ez majd előkelő helyen szerepel. Nem halunk ki. Miért? Mert ez egy nagyon fontos magyar kvalitás. Ez egy nagyon fontos magyar kvalitás. Most, hogy, hogy újítóak vagyunk a feltalálók ö, ünnepét, én abszolút, ahogy mondtátok, bevenném, mert ez, a, a újítóak vagyunk, ez a feltalálók ö, ünnepe, és így az intellektust... Ünnepeljük. Nem vagyunk. Uh, 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 igen, igen. Nem vagyunk hajlandóak kihalni. Győztes csaták, létezés. Ünnepeljük. Így van. És ha nem vagyunk hülyék, az igazából a feltételek ünnepe. Ugyanakkor uh, én ezt ki is írnám, mert azt, hogy nem vagyunk hülyék, az egy oké. Okay. Uh, én itt uh, ebbe be, 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 az előző menüpontba beleolvasnám azt is, hogy hogy az így kút ünnepeljük. Ugyanakkor enni kell. A magyar nagyon szeret enni, tehát szerintem mindenképpen kéne csinálni egy olyan nemzeti ünnepet, ahol csak zabálunk. Valamilyen... Nem tudom, ennek megpróbáltam utána nézni, és nem igazán sikerült megtalálnom, hogy mikor volt először étlapon a gulyás, vagy ki és mikor raktak ki a kürtőskalácsot, de itt minden nagyon nehéz, mert gulyás 1600 nemzetnél van, kürtőskalácsot is a székektől loptuk. Vannak itt problémák. Ez így eddig nagyon tetszik. Ugye, Ugye, hogy dobog a magyar szíved? Ugye, hogy dobog a magyar szíved? Felmérések szerint az átlagos méret és az átlagnál nagyobb, ezért lehetne termékenység ünnepe is buzítani egy kicsit, hogy többen legyen magyar. Így van, dupla András, uh, a magyaroknak nagy a fasza. <laughs> Úgy értem, hogy az átlagnál, átlag fölött vagyunk, de ugye, 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 a, ugye a legkisebbhez mérten kifejezetten jelentősek vagyunk. Ki hogy nézze? <laughs> Úgyhogy igen. Nagy pénész, én ezt, én ezt abszolút adom, én ezt abszolút adom. Termékenység, ünnep, ez valamikor tavasszal kéne lennie, és azt ünnepeljük, hogy nem halunk ki. Itt alakul alakul a nem halunk ki hangulat. Ö, igen. Talán össze lehetne, Ö, nem, nem, a győztes csatlakoz az egy másik terület. Ez, ez, ez már négy ünnep. Az enni kell, az zaba ünnep, az muszáj. Uh, valamit kell csinálnunk a kültős kaláccsal. Az az, amiről leginkább ismerősek vagyunk. Nem a, a, uh, nem a pénisz kell a uh, gyerekvállaláshoz, hanem a kiszámítható jövő. Ezt mind garantálni fogom, Winter. Ezt mind garantálni fogom, természetesen, természetesen az én kormányprogramom az roppant, uh, uh, roppant uh, sokrétű lesz. És a, abszolút nem csak egy ünnepen keresztül próbálja uh, tuszkolni a magyar befelé a házastársi ágyba, de ezt kétségtelen. Ez egy összetett kérdés. Az ünnepek viszont nem összetett kérdések, gyerekek. Az ünnepek azok nem arról szólnak, hogy roppant, komplikált ö, témákat ünneplünk meg, hanem azt ünnepeljük, amiről szól a mi népünk. Köszönöm szépen a bites csílt, András! Ha kicsit komolyabban veszem, akkor mindenképpen tátos ünnep és szarvas ünnepe. Na most igen! Na most igen! Valahogyan be kéne hozni a lovakat. Na most, mert hogy az államalapítás az menő. Az megvan. De kellene, kellene valami lovas ünnep arra, megünnepelvén azt, hogy letettük ide a sergünket. Van arról, van arról tipp, hogy a... hogy mikor keltünk át a... Kárpátokon? Ö, elkezdjük keresni, most kicsit előre rohanunk, de... Igen. Igen. Igen, 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 igen. Igen, 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 igen. Igen, 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 igen. Honfoglalás. Igen, de nincsen az, hogy meg kell találnunk mindegyikhez egy dátumot. Én nem hiszem, hogy amikor a honfoglaláshoz van konkrét dátum, Vereckei-Hágó, de hogy az mikor volt, 895-től túl, azt nem lehet tudni. Úgyhogy ezt majd kinézzük. Honfoglalás ünnep, viszont abszolút király, ez egy ló ünnep lesz, és, és valamit, valaki, kitalálunk valamit. Átkelünk egy, átkelünk egy hágul. A hála érzése miatt van az, hogy egyes afrikai népek boldogabbak, mint a magyarok. Pedig sokkal rosszabbul élnek, de ők mindenért hálásak, mi meg szinte semmiért. Nagyon érdekes kérdés, nagyon érdekes javaslat. A hála ünnep, a hála ünnep adnak bele kell férnie valahova, lehetséges, hogy meg tudjuk úgy fogalmazni, a honfoglalás ünnepét, hogy örülünk. Tudod mit? A honfoglalás ünnepe szólhatna arról, hogy mennyire faszna, hogy le, letettük a segünket, és hogy nem maradtunk nomádok, mert a nomád népek nagyon-nagyon ritkán maradtak fönt. Borzasztóan ritkán maradtak fönt. Nem igazán könnyű hosszú távú társadalmat lerakni, hogyha az ember nem bírja a hosszú távon lerakni a segét. A nyereg napja. <laughs> én, én, mindenképpen, én úgy, úgy általában azt mondanám, hogy, hogy messze túl keveset lovagol a magyar, az ágyban és a mezőkön egyenlán. Én visszahoznám a nemzeti öntudatba a, a lovagolás, mert ez valami olyasmi, ami, ami igazán unikálisra tud minket tenni. Tehát én mindenképpen azt mondanám, hogy néptánc helyett, mert nem, néptánc az kell, de mondjuk nem, nem tudom, nem tudom, hittanóra helyett, hittanóra helyett bevezetném a lovaglást. Minden magyar tudjon lovagolni. Igazából Svájcba akartunk menni, de Árpád vezér megfázott. hát nem lett volna rossz. Magyar hálaadásszerűség? Igen, 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 igen. Hálaadás, nagyon jó. Ö, hát igen, a nem vagyunk hajlandóak ki kihal... azért nehéz hálásnak lenni, hogy... Ö, tehát azért nem tud egészséges hálásnak lenni, hogy nem, hal, nem, vagyunk halottak. Az egy, ez egy, ez egy, ez egy megragadhatatlan, megragadhatatlan tény. én konkrétan valamiért hálásnak kell lenni, én szerintem az, hogy letettük a seggünket ide, ahol négy évszak van, ahol van víz, ahol termőföldek vannak, és nem, 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 az, hogy Svájc, hogyha, hogyha Árpád bazd meg olyan, mint ez a többi idióta, és nem áll meg, nem áll meg mondjuk Izlandig, akkor mindannyiunknak folyamatosan befagyna a segge és heroinisták lennénk. De nagyon sok minden miatt tudunk hálásak lenni, ez egy fantasztikus hely, ahova letettek minket. Magyarország szerintem tök király helyen van. Egy kicsit nehéz volt az történelmi java részében, mindenki itt akart átmenni a másik oldalra, megbaszni őket, de függetlenül ettől ez egy remek pozíció. Én úgy gondolom, hogy ezért lehet hálásnak lenni. Viszonylag kevés természeti katasztrófa. Nincs földrengés, nincs tornádó, néha esik az eső. Nincs sáska nincs, nem, nem, nincs, nincsek durva áradások, ugye nyilván vannak áradások, de hát azok, azok semmik ahhoz képest, ami például a Pakisztánban volt most. Én azért ezt a négy évszakot átdolgoz, átgondolnám. Dév, dolgozzunk rajta, hogy ne legyen négy évszak. Abszolút dolgozunk rajta. Bali, köszi szépen a, a, a rédet, szervusztok, szervusztok, elnézést kérek, hogy nem vettelek észre. Bali, kám. köszönöm. Köszönöm szépen. És ha azért lennénk hálásak, hogy van kültéskalácsunk kalácsunk? Nem, 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 túlságosan egyszerű. Túlságosan egyszerű, nincs hó. Volt régen hó, és most is van hó. Ninc, nagyon veszélyes a hó jelenléte, az rengeteg problémát okoz, és úgy általában elbassza az emberek kedvét. Az északi népek azok a nap hiánya és a hideg jelenléte miatt kifejezetten, kifejezetten nehezen bírkoznak meg az élet vágyásának megszerzésével. Nekem is nagyon hiányzik a hó egyébként, de nem kell senki, nem kell aggódni, nem sokára lesz újra hó áprilisban. <laughs> Inkább azon dolgozunk, hogy legyen négy évszak. Abszolút, de ez egy másik, másik stream, ez valami, amit már mi megoldottunk. Köszi szépen András a 100 bites csírt, júrta parti fűvel, lóva, kumisszal. Nem, mert azok a mongolok. Tehát nem akarom, én nem szeretném semmilyen szempontból se nagyon arra helyezni a hangsúlyt, hogy mi milyenek voltunk régen, mert az már megragadhatatlan az átlag magyar számára. Tehát én tényleg az, az ünnepeket. Um a, honfoglaláson kívül mindenképpen a modern időbe helyezni. De ezt meg meglátjuk. Szerintem legyen az ünnep, ahol nem ünnepünk semmit, csak szimplán legyen egy nap, amikor összegyűlik a nép, akkor leszünk egészséges társadalom, ha minden ok nélkül is tudunk boldogok lenni. Proki, nincsen, nincs ilyen ember a világon. Egy se, nem csak hogy egy egész országnyi, aki ok nélkül tud boldog lenni. Sweet Jesus! Nagyon jó lenne, az, uh, hogyha ez így lenne, nagyon tetszik az ötleted, alapvetőleg megvalósíthatatlan őrültségnek tartom. Én úgy gondolom, hogy akik, uh, uh, az, az az egyetlen létforma, ami örülni tud mindenfajta kifejez, ö, megragadható ok nélkül, az a csecsemő. De abból nincs elég most hogy megünnepeljük. Rendszerváltás ünnepe? egyébként igen, na most el, kezdjük el akkor konkrétan írni a dolgokat. Ö, én a rendszerváltás mindenképpen ö, behoznám. A rendszer úgy általában a a győztes csaták én azokat kezdjük el most nézegetni. A győztes csatákat, át, ö, kiszedtem egy listát arról, hogy milyen győztes csatáink voltak, de én a rendszerváltást egy győztes csatának venném. Főleg azért, az a baj, a rendszerváltásnak rettenetes ö, modernkori áthallásai vannak, és én ezt szeretném egy kicsit elfelejteni. Tehát annak ellenére, hogy ez nem régiben volt történelmi szempontból, mindenképpen elkezdeném azoknak az ünnepeknek a gyártását, amik nyers és egyértelmű pozitív hatással voltak az ország életére. Tehát én nem szeretem a világosi fegyverletétet ünnepelni. <laughs> Értitek, mire gondolok? Cheesy, köszönöm szépen a GIF szabot! Nagyon kedves vagy. Termálvíz ünnepe aznap minden termálfürdő ingyenes lenne, és mehetne a relax. Nem rossz ötlet egyébként egy relax ünnepet csinálni. Igen, gyerekek, most egy kicsit, most egy elkezdtünk átlépni a következő szegmensébe a streamnek. Mindenképpen konkrétumokról fogunk beszélni, és nem őrültség, amit mondasz. A termálvízet nehéz talán ünnepelni, vagy nehéz mindenki el kell magyarázni, mert relatíve kevés forrás van Budapesten és Miskolcon kívül. De a lényeg az, hogy konkrét gyakorlati elemeket is szeretnék behozni. Aki volt már korábbi országi streamen, az tudja, hogy nyugodtan lehet teljes örültségeket mondani, mert szerintem szükség van rá, hogy egy excentrikus ország legyünk. Ha turistákat akarunk ide vonzani, akkor tök fontos, hogy a... a mi, mi volt múltkor ugye az előző streamünk? A... a a magyar Halloween-kor gyerekeket verjünk. <laughs> Különböző mi szendvicsekkel ütögettük őket, vagy valami ilyesmi volt. Tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon fontos, hogy olyan excentrikus dolgokat emeljünk be, amitől igazán szórakoztatóak az ünnepek, igazán említésre méltóak az élmények, és igazán promotálható az ország. Mert gyerekek, én ne, ez nem csak arról szól, hogy mi jól érezzük magunkat, vagy hogy sok gyereket gyártunk. Arról is szól, hogy vérgazdagok leszünk. Ahhoz viszont, hogy vérgazdagok legyünk, el kell vennünk más emberek pénzét. Mert mi nagyon nehezen generálunk itt. Picik vagyunk, nincsenek bányaink, stb. stb. Na most, nem fogunk elkezdeni megint el ló lóháton elfoglalgatni területeket. Ezt most már nagyon tiltják, ahogy én legjobb tudomásom szerint nem szeretik az országok, hogyha elfoglaljuk a területeket. Úgyhogy úgy, a turistáknak a pénzét fogjuk elvenni. Meaning of Life, köszi szépen a subscription-t! Hét hónapja van velünk Meaning of Life, Service szervusz! Lehetne egy Bill Burning számlagégetés ünnep, uh, amit később átvenne minden más ország és is, és akkor egy világünnepet hozunk létre. Abszolút, abszolút, egyetértek, ugyanakkor, az olyan bürokratikus pánikot okozna, hogy a pénzemberek nem örülnének. Találjunk ki új szokásokat, minden jöhet. De akkor né nézzük meg lépésről lépésre. Rendszerváltás. Nézzük meg, hogy mit tudunk hozzátenni. magyar rendszerváltás Magyarországon igen 89 90 igen, 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 89 március 15-én 10. tüntetés Budapesten, bla 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 hol vagyunk, melyiket, kirobban a Dunagét botrány, tehát mi, mit, mit, mit vegyünk, melyik, melyik időpont, igen, 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 Melyik, melyik időpontot tekintsük az ünneplés alapjának? Melyik, melyik dátum tetszik nektek a legjobban? Most próbálom megtalálni, hogy, hogy mi az. Igen, népszavazás. Hú, uh, ú, uh, mit szólsz ez? Hogy és és Edward, uh, ki nem mondom, szovjet külügyminiszter megállapodott a szovjet csapatok kivonásáról. Ez nem lenne rossz. Február 29. Uh -huh. Uh -huh. Február 29. Június nyár eleje? Nézzük június nyár elejét. Nem rossz egyébként, nem rossz egyébként, hogy, hogy, ezt az ünnepet bete, betehetnénk nyárra. értem, hogy lecsökkent igen, budapesti értéktős, de nope! Igen. Anta a kormány megalakulása nem rossz, nem rossz, Pure happiness. Igen, nem lenne rossz. Én azt mondanám, én azt mondanám, hogy amikor megalapodtak, hogy a szovjet csapatok kivonásáról, március 10-e. 1990. március 10-én. Na most nyilvánvalóan a rendszerváltás az egy, ahogy látjátok, egy borzasztó hosszú folyamat volt, de rengeteg fontos ponttal. Én mindenképpen szeretnék van egy kis kabbe a faszomot hintani bele. A magyar ünnepeknek a java részébe kell a kabbe faszom hangulat. Ez azért van így, mert ez valami, ahogy arról beszéltünk, egy központi részét képezhetné az új magyar öntudatnak. 1990. március 10-e. Én ezt szavazom meg. Ez, ez lenne a rendszerváltás ünnepe, és ez valamilyen szinten én úgy gondolom, hogy átvetni az államalapítás ünnepét. Átvetné az államalapítás ünneplését, átvetni az államalapítás ünneplését, mert azóta vagyunk teljes mértékben függetlenek. Tehát azok a, a, annak ellenére, hogy az államunk megalapult, a, összehasonlíthatatlan a magyar... A magyar történelmi térkép az egy felfoghatatlan káosz, ami, ami havonta változott, úgyhogy én mindenképpen úgy gondolom, hogy ez valamilyen szinten egyfajta állam-újra-alapítás lenne. Kitaláltunk mellé, mellé dolgokat, hogy mit csinálunk, de én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen lehetne egy összkulturális ünnep, ahogy azt mondjuk, hogy fasz a magyarnak lenni. Ö, igen, tüzi játék, lóverseny a körúton, ostorcsapkodás, egy általános magyar élmény. Öt napos ünnep? Ú, de jó ötlet! Ú, de jó ötlet! Legyen felfoghatatlanul hosszú! legyen <laughs> Tartson egy hétig! Ez tök jó ötlet, és elmondom, hogy miért. Ez, ez, ez így mindenkiben bele táplálna, mindenki ilyenkor nem kell bemenni munkába, meg stb. az emberek hogy leülnének, és azt mondanák, hogy te jó magyarnak lenni. Családat, azt csinálnak, amit akarnak. Az a lényeg, hogy csatogjon az ostor. Tökre tetszik, hogy az állami, államalapítási ünnepünk az legyen ilyen jó, súlyos, ilyen legyen olyan társadalom, is érezhető dolog. Tökre tetszik, tökre tetszik. Augusztus 20 meg maradhatna az új kenyérű nepe ez zaba ünnep? Oké, okay, oké, okay, tetszik, 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 tetszik. A zaba ünnep az mindenképpen kell. Hoppá, kérlek szépen. Ö... <laughs> nagy péniszen kezditek el gondolkodni, mert, mert, mert ahhoz, ahhoz, nem értek nagyon. Oké, okay. Zabaünnep, zaba ünnep, kalács, nagyon jó. Új, ö, igen, Zaba ünnep. Maradhatna az augusztus 10. Vagy micsoda? Igen. 20. Ö, igen. És ez, ez, ez lesz a neve, hogy zaba ünnep. Nem, nem, én amúgy is szeretem, hogyha kicsit kicsit magyarosabban fogalmazunk. Én nekem tökre biztos, nem tudom, hogy honnan jött a zaba, de most már a miénk. Zaba ünnep! Honnan jöhetett a zaba? Ez török? Hmm. 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 Szerb horvát. Nagyon jó. Oké. Okay. Elfogadom. Beolvasztom. Szervusz, Ramp! Szent Iván ére tegyünk rá a pénisz csak azért is. Nagyon jó, nagyon jó, András. Köszönöm szépen a százbités. Oké, okay, ne szaladjunk előre. Zaba ünnep. Augusztus 20-a mindent eszünk. Nem, nem, nem. Gulyás. Kürtős kalács. Pálinka. És... Gulyás, kürtős kalács, pálinka, túrós csúszal. Mi az, amit még nagyon magyar kajának mondanánk? Ugye Isten igazából véthetően magyar kajának mondanánk. Lángos. Hú, de utálom a lángost. Túros csúsz az jó. Lángos, oké, okay, gulyás halászlé, én, 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 őszintén azt tudom mondani nektek, hogy én nem hiszek a halászlében. A halászlénél, a halászlé megöltünk egy halat, és beletettük, visszatettük a vízbe, az nekem egy, egy perverz, egy perverz szörnyűség, gyűlölöm a halászlevet, pedig az én családom bajáról származik. Utálom a halászlevet. Úristen, a halnak az íz az borzasztó. A tengeri hal biztos jó, sokan szeretik, én azt sem szeretem, de a tavi hal, a tavihal, az azt mondta, hogy ezt kap ki, én, én már a startvonalnál meg vagyok romolva. Dead száj köszi szépen a subscription-t! Üdvözlünk a Bölcsész Ünnepek alatt három napon át ettem halászlevet. Azt a mindenségét. Jézus, már igen, ezt nagyon sokat szeretik. A hal nagyon finom. Sajnálom erre, sajnálom erre, a hal, halnak tetem íze van számomra, és elviseltetlen. Én egyszer nem szeretem. Az a nagyon érdekes, hogy a kajló simán. A rák simán. polip. Mm, remek. Halat nem szeretem. Emiatt pedig, én, mint a nemzeti diktátorunk, a halászlét ezt elteszem, mindenki azt teszik, amit akar. Nem, hiva, nem, nem teszem nyilvánosan ünnepelendő ételnek, mindenki. Zárójában ide teszem... Halász ha hülye vagy. Äh, elfogadva, tehát senkit nem fognak elhurcolni a szirmai kommandó tagjai, hogyha halászlevet teszik, ugyanakkor, whatever. Viszont, Gulyás, Kőtös Kalács, pálinka Túros, Csúsza, öh, Lángos. Ez a zaba ünnep. A zaba ünnepen kulinár. ez egy kulináris ünnep. ünnep, és utcakaja van mindenhol. Én azt szeretném, hogy a, a teljes országnak kaja szaga van. Én azt szeretném, hogy ezen az ünnepen mindenki az utcán főzön. Ne csak a bodegos, ö, bodegások, ne csak az árusok, hanem azt szeretném, hogy mindenki kimenjen a családdal piknikezni, gyújtsanak egy tüzet, ott rotyogjon a gulyás, az egész országnak legyen kajaszaga. Tehát akkor, akkor úgy álljunk neki, hogy Isten igazából enni. Be, tilos, ebben a, eze, ezen a napon bezárnak a, a testi termek. Gym nincs gim! Nincs edzés! Nincs edzés! Vadászkutyákkal őrizzük a futópályát. Nincs futimuti! Nincs edzés, nincs gyúrás! Enni kell! Enni kell! Falu és város tüzek. így abszolút, abszolút, abszolút minden szempontból ez egy borzasztóan veszélyes ünnep lenne. Ne legyen pénisz nap, legyen pénisz hónap. Nem, az túl sok. A pénisz, az pénisz hónap az túl sok. A péniszből úgy általában nem kell ennyi. <laughs> a, a társadalomnak egy jelentős részének egyáltalán nincs... Nem, nem, majdnem mindenkinek, mindenkinek ezen a világon szüksége van péniszre. Vagy ezért, vagy azért. Milyen érdekes! Milyen érdekes. Ez egy igazán... Ez egy... <laughs> ez egy igazán összekapcsoló érték. Ezen a világon mindenkinek szüksége van péniszre. Hmm. Nem, a leszbikusoknak tényleg nincs. A leszbikusoknak tényleg nincs. Milyen nehéz lehet kimaradni ebből a hatalmas társaságban? De gondolom azért más szegmensei a társadalmi életnek nehezebb a leszbikusoknak, ugyanakkor ez a gondolat se lehet egyszerű, de hülyéskedek. Jó, igaz, igen, nem tudom, hogy ezt miért felejtettem el, teljesen jogos. Függetlenül ettől a pénisz nap úgy általában, szerintem még a leszbikusok által is egy elfogadható nap, bár. Bár nem. Tehát, hogy ennyi elővel mi miért lenne vaginális ünnep. Jó, ezt ki fogjuk találni, amikor rátélünk, hogy pontosan mely ne melyik nemi szervet ünnepeljük. Engedjük el a nemi szerveket szerintem? Én, én, én úgy gondolom, hogy ezt rengeteg ember mondja nap mint nap. Nap mint nap. Vagi nap. Hmm. hmm. Oké, okay, mindegy, erre vissza fogunk térni. És nem vagyok hajlandó egyébként elengedni, mert annak ellenére, <laughs> annak ellenére, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy komikus téma, mindenképpen kell kezdenünk valamit azzal, hogy fogy a magyar. Kell vele valamit csinálnunk. Muszáj már 9 millióan se vagyunk, nem fogadható el. Az én nemzetem az 10 millió fölött kell, hogy legyen. Én 1 millió új magyar akarok letenni az asztalra. Sőt, ez abszolút ez, ez lesz. Ez lesz. Ez lesz az én egyik pártprogramom. Egy millió új magyar tegyünk le az asztalra. Mint ügyeletes gay áldásom a pénisz napra. Jól van, jól van. Magyar filmünnep az jó nap. Magyar filmünnep egyébként nem rossz. Magyar kultúra ünnepet, csinálunk egy művészet ünnepet. Oké, okay. most egy kicsit eleget beszéltünk a pénisz ünnepről, Ez nem felejtjük. Nem felejtjük a termékenység ünnepet, de ezt most egy kicsit félre és, és valami máson. A rendszerváltást tehát megcsináltuk. Állam újraalapítás ünnepe, összkulturális ünnep. Fasz a magyarnak lenni. Tűzjáték lóvesenek körülton ostasapkodás. Váljátok ide még visszatérnék, mert, Ó, Me oh! mert lyukas zászló. Mit gondoltok erről? Mit gondoltok arról, hogy lyukas zászlókat tegyünk ki? Mit gondoltok arról, hogy legyen egy, egy, egy kör alakú lyuk a zászlón közepén? Én ezzel nagyon régóta szemezek, ezzel a gondolattal játszadozom vele hogy úgy általában a magyar zászlóknak lehetne a közepén egy lyuk. És nem azért, mert nem teljes, vagy nem egész, hanem oda szokták betenni, ugye más nemzetek a címerüket. És mi nem is hadunk nekik helyet. Ugye? 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 Ezzel meg, ezzel kicsit bevonva október, ö, 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 októbert, ezzel, így van, így van, Robert, így van, ezzel kicsit behúzva októbert, és megtartva egy szerintem tök menő részét. Kocsó címer nem lehet, de éppen ez a lényeg, hogy nem azt fejezzük ki, hogy a történelem során mit raktunk a helyére, hanem azt, hogy ide nem jöhet senki. Fuck you! Fuck you! Nem, 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 nincs neked helyed itt. Nincs más nemzetnek, más területnek, még saját magunknak se. Hogy specifizáljuk. A magyar az magyar. Nem kell semmilyen címe. Teljesen új zászló esetleg? Én szeretem a magyar zászlót. Gondol gondolkozhatunk rajta De, de nézd azért túlságosan drasztikus változásokat Nem akarok eszközölni amikor megválasztanak Mert, mert ar ar arra nagyon haragszik az a nép Arra nagyon haragszik a nép Én nem hiszem hogy bárki szomorkodna Hogyha elengednénk a depresszív ünnepeinket Ugyanakkor a zászlót az talán nem változtatnám meg A zászlót az talán nem változtatná meg Rendben ez, A lyukas zászlót az betesszük Én szerintem ezt át tudom verni a parlamenten Mert ez nem túl nagy Túl nagy változás én minden esetre az biztos, hogy így vagy úgy, hogyha még nem is állítjuk be ezt általánosan, a rendszerváltás alatt, a rendszerváltás ünnepén március 10-15-ig lyukaszászlókat teszünk ki. Juki elképeszteti a nagy hüvely. Na jó, egy gyerekek! A jó, értem. Értem, hogy Cheesy miről beszél. Mindenki nagyon megragadta a nemi szerveknél. Vissza fogunk térni a nemi szervekre. <laughs> Na, és hittem, hogy valaha kimondom egy streamben. Köszi szépen a 100bites csírt, András! Viszont a himnusz mindenképpen leváltani. Abszolút! Abszolút leváltjuk a himnuszt. Abszolút leváltjuk a himnuszt. Ha, uh -huh. hát ez nem egy de mink a himnusz az belefér. Oké. Okay. Csinálhatunk egy kis himnusz uh, himnusz uh, uh, Én szerintem, én szerintem, megszavaznám, hogy remixeljük, remixeljük a magyar nemzeti hiphopot a belgától. Nem tudom bejátszani, mert letűzják ezt a videót YouTube-on, és azért szeretem a YouTube nézőket, mindig ott vannak, mindig kommentelnek, mindig lájkolnak, úgyhogy nem akarom tőlük elvenni a kontentet. De mindenképpen a nemzeti hiphopot emelném át, mint új himnusz. Ugye sima mehet? Ugye? Ugye? És elmond azért, azért, na jó, tudjátok mit? Tudjátok mit? Tehát, hogy specifikusan... Sefem halljátok ti is? Fíró, Nem tudom, hogy halljátok ti is. Igen. Nézek a magosba, gondolok nagyot. És ezzel a, a magyar... szöveggel tehát ezzel a szöveggel tehát semmiképpen sem, sem, sem hagynám ki a, a, a szöveget, mert az tök fontos, hogy együtt szavaljon a nép. Úgyhogy elkezdhetjük egy ilyen kis... Igen, egy kis magyar csillagot. Egy kis depresszióval... Nyugati Nyugati szél fú, déli, déli báb ragyog. Tök jó, hogy egy kicsit kifejezzük azt, hogy mi se nem nyugat, se nem kelet. Magyar vagyok, fitja vagyok. Állati jó, van, be, nyilvánvalóan tudom, hogy ez egy önére szám. Én teljes mértékben bevállalom, hogy a magyar az, a, a lépte nyomon tetten érhető humorérzékét alkalmazza a, a, a himnuszán keresztül. Tehát ez már tök menő, ez már nem tök vicces. A... Nem akarunk sokat, pici ország vagyunk, most nem fogunk nagy világuralomra törni de egy dolgot akarunk, a határozottság benne van. Az önismeret és a határozottság. A, 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 a kiség elfogadása és a nagyra vágyás. Magyar nemzeti hip Magyar nemzeti És itt mindenki dobban tegyen. Magyar nemzeti hip-hopot. Magyar nemzeti hip-hopot. És hip kiáll a miniszterelnök. Magyar nemzeti hip hip-hopot és ír és üvölt mindenki pattogás, és ez a tánc, tehát ez a tánc abszolút hozzátartozik. Nem az van, hogy. Ti, nem, az, nem az van, hogy, hogy egy helyben állunk és a, a szívünkre tesszük a kezünket, mindenki pattog! És képzeljétek el, képzeljétek el, hogy a parlamentben a nemzetközi. Ö megbeszéléseken és különböző parlamentáris gyűléseken, a foci meccseken, az általános iskolákban mindenki pattog mint egy idióta, pörög, forog táncikál egymással, nézünk, tökéletes, tökéletes így kell kinéznie a magyar himnusznak abszolút szerintem le kell válnunk arról a gondolatról, hogy a himnusz az valami ilyen visszafogott, ilyen, ilyen, ilyen meghit, ilyen szentséges dolog, nem, bullshit magyar ember pogózik <laughs> ENSZ gyűlésen is? Persze, Pruki! Főleg az ENSZ gyűlésen! Az, 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 o, az olimpián, amikor megnyerjük a bronzérmet, és hogy éneklik a izét, persze, fantasztikus, mindenki megkapja a maga kis izét, himnuszát, a, br izé, a, bronz Dobogom meg, így pattog a magyar, mint az idióta. Fuck yeah, harmadik hely! Hell yeah! Hülye vagy, mi 9 millió olyan vagyunk, és még így is összezettünk egy bronzé, mert fuck you! Tökéletes. 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 Én úgy gondolom, hogy ez... Én most belelkesültem. Tehát én most be bepörögtem erre gondolatra, hogy milyen fasz a magyarnak lenni. Tökéletes. Tökéletes, meg van szavazva. Én úgy gondolom, hogy ezt átemelhetjük úgy általánosan, vissza is vonom a tabozást. A magyar himnuszt hivatalosan is és ezzel kell kezdenünk, mert ez minden ünnep ünneplésen ugye lemegy. Magyar himnusz az magyar nemzeti hip-hop. Zene és koreográfia. Abszolút minden további nélkül. Szervus, Zsákem! Kell... Magyar sport ünnepe? Hú, ez egy veszélyes, ez egy veszélyes, ez egy veszélyes dog. It's noodle time! Jaj, János! Jó van. Jó. Ne, az a baj, hogy ott van a, ott van a nudli. Látjátok? Ott van lent. Úgyhogy most már nincsen noodle time. Majd kifogom benni. Majd kifogom benni. De... Megsimogott a noodli. Cserébe. Há' simogott. Há' cserébe. Hát jaj, hát nézzenek ide. Hát nézzenek ide, nézzétek meg! Yeah. It's poodles. It's poodles. It's noodle time over there! here. Oh. Very, very happy with the... With the figyelem. Abszolút jó. Abszolút jó. Hát mi ez, ha nem egy noodle time. Totally worth it! <laughs> Örülök neki. Találjunk ki saját új nemzeti sportot! Uh, igen, a nemzeti sportnak... Erről nem tartottam már streamet! De erről még nagyon korán tartottunk egy streamet. Én abszolút a frizbit szeretném, a csapatban játszott frizbit szeretném a magyar nemzeti sportnak, mert a rengeteg uh, uh, fucking uh, rengeteg uh, foci karámot, amit a, uh, építettünk mostában, azokat lehetne használni erre, és mivel senki nem játszik csapat szinten ezért világbajnokok tudnánk benne lenni, amíg a nemzetek nem veszik észre, hogy érdemes lenne edzeni. Ultimate Frisbee, ugye? Ultimate Frisbee-ben lehetnénk mi a legjobbak, mert annyira nem játsza senki az amerikai egyetemeken kívül. És ezért meglepetésszerűen bazd meg. Megalapítjuk, elkezdünk rá gyúrni, mint az őrület, és ott vagyunk. Ott vagyunk. Vízlabdában jó vagyunk. Igen, csak a vízlabda az nem egy jó sport. Mert egy nagyon jó sport, de nem lehet közvetíteni. <laughs> nagyon nehéz nézni. Az embereknek a javarészét részét nem látjuk. A buksiókat, ahogy úsznak. Tehát nem egy igazán látványos sport. A, 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 a vízilabdát, ezt valahogy a módosítani kéne. Vo, mód, roller? Jaj, kikérem magamnak, szóba nem jön. Ilyen szkolás egyébként nem rossz. Oké, ne szaladjunk gyerekek, mert most, ma ünnepeket csinálunk főleg. Lóhátom hátrafelé nyilazás karikásos torza. Így van, így van, így van. Jó van, oké. Okay. Tehát eddig egészen jó haladunk. Van egy rendszerváltás ünnepünk, ami kvázi egy új alapít, újraalapítási ünnep. Sőt, ezt meg is cserélem. Hoppá. Hoppá. Így van. államalapítás ünnepe. Tehát van a, hála, a himnuszunk, van az államalapítás, és van egy kaja ünnep. Na most a feltalálók ünnepe. A magyar intelektus ünnepe. Kul én ezt azt mondanám, hogy ez nem feltétlenül kultúra, mert arra csináltunk egy újat, de ez egy fő nemzeti kvalitás ünnep. Tudjátok, mint, a, mint az Am amcsiknak egyébként például a veterán nap az egy kurva fontos dolog, mert ők egy katonai nemzet. Ha tetszik, ha nem. Általában nem tetszik. Tehát a fő nemzeti kvalitás ünnep az tökre kell, és én adom, hogy az intellektust rakjuk be erre a pozícióra. Feltalálók ünnepe, intellektu, intellektus ünnepeik, mikor legyen ez... Legyen nyár elején valami ünnep? Én, ez szerintem tök... Hát... Nyár elején nagy nap lesz. <laughs> nyár elején nagy nap lesz, gyerekek, mert végre meleg van. Ú, ízé, kivirágoztak a virágok, roppant romantikus. Tehát a, a Valentina februárban ez egy elbaszott hülyeség. Nyár elején! Nyár elején a magyar, úgyhogy szerintem nyár elején lesz a szex nap. <laughs> szex ünnep. Egyik magyar feltaláló születésnapja kell. Aha, igen. Igen, igen, rezsicsökkentés világnapja. Gondolhatom, most először leütjük az alapokat, és aztán kitaláltunk mindenféle hülyeséget, amire a társadalomnak szüksége van. Én abszolút adom egyébként, hogy legyen valami pénznap, amikor kapunk pénzt. Pénznap, az, az szerintem abszolút. Abszolút beleférhet. A -a -a. Még akkor is, hogyha elképesztetném, kéne egy nap, amikor kap, egyszerűen csak mindenki kap pénzt. Annál faszább nincsen. Gyerekkortól, felnőtt korig az a nap, amikor pénzt kapsz, az fasza. Én szeretném, hogy ne csak a munkáltatótól, vagy a szüleittől, vagy a nagymamától függjön, hanem az államtól is lesz az évben egy nap, amikor kapunk pénzt. Sőt, ez tök jó ötlet. Ez tök jó önnep. ötlet. Rezsinab. Ez tök jó ötlet nem minden hónap, nem minden hónap tizedike, az, az a munkáltató, a előtte pedig minden hónap eleje, amikor megkaptad a zsebpénzt a szüleittől. Nem, évente egyszer az állam így azt mondja, hogy itt van pénz. És ez egyébként milyen egy egészséges dolog. Tehát annyira komplikált az államnak a pontos funkciója, a rengeteg szerepköre, az, hogy hogyan épül be a köztudatba. Kell egy nap, amikor az állam azt mondja, hogy figyelj, pénz! És te megkapod, is arra költöd, amire akarod. Ez, ez szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon szerintem táplálná a, 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 a politikai és a társadalmi szférának az együttműködését. Ez tök jó Oké. Okay. Kicsit előre szálltunk. De először most tartsunk ki az eredeti témák mellett fő nemzeti kvalitás ünnep. Valami, amin keresztül megünnepeljük, hogy mi, megint csak, hogy mi, miért fasz a magyarnak lenni. Intellektust ünnepeljük. Na most először is tanárok. Ö, mindenki a vállán viszi ö, ünnepelni. On, ez, ez, szerintem tök fontos, főleg most, hogy a tanároknak a pályája Magyarország a Magyarországon ekkora veszélybe van, most nem jó az ő fizetésük, nem kapnak eleget, és engedjétek meg, hogy minden politikai részrehajlás nélkül egy általános véleményt megformálják, én, az én Magyarországomban fossá fogjuk fizetni a tanárokat. Az, és ez nem azért van, mert hogy... De 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 de, uh, milyen volt az én oktatási hátterem, vagy hogy most jobb oldal, való Leszarom az én, álle, én Magyarországomban fossá fogjuk fizetni a tanárokat, mert nem akarom, hogy hülyék legyenek a magyar gyerekek. Rettegek tőle, hogy hülyék lesznek a magyar gyerekek. A gyerekek általában ugyanis annyira hülyék, bazd meg, hogy ezen csak javítani lehet és kell is. Úgyhogy az én, 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 ö, én országomban a, 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 tanárokat ünnepelni kell és megfizetni, és emiatt a nemzeti kvalitás ünnepen a tanárokat mindenki vállán viszi mindenhova. Egyszerűen csak mindenhova. Egyszerűen csak mindenhova. Képzeljétek el, hogy járnak ennek a turisták, és csak így random emberek más emberek nyakában ülnek. Szerintem ez tök jó. A tanároknak nem csak a fizetése van bajuk. Igen, én értem, a, de ez most nem a, nem, most nem a jelenlegi tanári, tanároknak a helyzetét firtatjuk. Most ö, ez kétségtelen, amit mondasz, az igaz. De, én, de, de jelen pillanatban, amit én mindenképpen olvasolni szeretnék, az a, a fizetésük, ö, illetve hogy az én, én, én programpontom az az lesz hogy jó legyen tanárnak lenni, hogy, telj, hogy, hogy ne kényszerből menjenek az emberek tanárnak, mert szerintem nagyon fontos, hogy a magyar gyerekek, hogy ne legyenek hülyék. Ugyanis ne felejtsétek el, egy millió új magyar gyereket teszek le az asztalra. Képzeljétek el, hogy milyen lenne a társadalmunk, hogy ki jönne egy millió sík hülye degenerált idióta, és így bejönne a társadalmunkba, hogy hellosztok, sziasztok, ismétek el a TikTokot. Nem, nem! A magyar tanárokat ünnepelni kell, mert ők mentenek meg minket a társadalmi összeomlástól, és ezért a fő nemzeti kvalitás ünnepünkön, amely a feltalálók ünnepe, sőt, ezt megint, megint fordítva kell írni, mert lesz a nem is feltalálók ünnepe, hogy a magyar intellektus ünnepe, Két ellenére írják az intellektust. Látjátok, szükség van rá. Ö, igen, ez a Feltalálók ünnepe. Feltalálók és Tanárok ünnepe. Tök jó. Főkolítós ünnep, igen. Jó van, felejtsétek el, hogy az intellektus ünnepeik. Tanárokat mindenki a vállán viszi mindenhova, ez nekem tökre tetszik. Találjunk hozzá egy dátumot, találjunk hozzá egy dátumot. Mikor legyen? Ki kire vagyunk a legbüszkébbek? Aki itt volt streamen, a segítsen. Melyik magyar feltáról vagyunk a legbüszkébbek? Melyik magyar feltáról vagyunk a legbüszkébbek? Szeptember 1? Miért? Nemzeti pedagógus nap soha ne fullba a kretént a felnősz. Hm, nem rossz. Szemmelweiszt? Szent Györgyi Albert? Arra ez egy millió gyerekre kéne legalább 50 ezer tanár, szerintem azért nem kell 50 ezer tanár, 50 ezer, 500 ezer, hát dehogy is nem kell 50 ezer tanár. Egy millió új gyerekre abszolút nem kell 50 ezer tanár, de nagyon sok új tanár kell. És érted, és érted, te is lennél tanár, hogyha évente egyszer mindenki nyakába vinne. Neumann János, Ö, jó, jó, elfogad, elfogadható Neumann, Tigit, igen, én, én, ő az, akit a legjobban szeretünk, ugye? Igen, igen, ő, a, ő volt a legkemény, igen, Neumann volt a legdurvább, Neumann, Neumann, én nekem Neumann volt a kedvenc feltalálom, ő az, aki legdurvább dolgokat letette az asztalra, többek között a számítógépet, helye, yeah! igen, igen, most csak azért ö, ö, lendültem bele ennyire ebbe a gondolatba, mert Nemzetközi szempontból is nyilván ö, kell, ö, nemzetközi kommunikáció szempontjából is kell gondolkodnunk, és azért azt megünnepelni, hogy feltártuk a számítógépet, bitch, bitch, annak ellenére, hogy természetesen, természetesen ez egy so sokkal komplexebb dolog, rengeteg ember találta fel a számítógépet, vagy fejlesztette ki. Ö nem lehet azt mondani, hogy csak a magyaroké ez az érdem. Messze nem lehet ezt mondani, viszont amit lehet mondani, hogy csak a magyaroké ez az érdem. Hogyha egy nemzeti ünnepről vagyunk, van szó, akkor senki nem tud beinkötni. Ha! Úgyhogy abszolút Neumann, abszolút Neumann, remek ötlet. December 28-án született. Nem, az nem jó. Az nem jó, mert az túl közel van karácsonyhoz. Um, nézzük kvantummechanikát, ez fantasztikus, numerikus analízis. Mikor találtuk fel a számítógépet? Mikor találtuk fel a számítógépet? Hmm. Nincs itt specifikus dátum. Um, hmm, hmm. Február 8? Február 8 nem rossz. Igen, halálai abszolút simán én is ezt kerestem. Feltátok a C vitamin stream menőbb? Nem feltétlenül menőbb. A elég menő. Elég menő. De Szentgyógyi Albertnél nem találtunk annyi más eredményt, mint Neumannnál. És én azért is szeretném Neumant, mert, mert a számítógéppen lehet menőzni. Köszönjük az új követéseket, srácok! Külkeményen haladunk. Külkeményen haladunk a 6. stream felé. Atombomba nem menő? Az atombomba nem annyira menő. <laughs> Mert Schwab. Neumann Schwab. Nem. Nem Schwab. De, de, de nem, 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 gyerekek, de én leteszem a lábamat, számítógép, a számítógép feltalálása jelenkorban kor, jelen a legkönnyebben pimpelhető dolog, úgyhogy február 8 a halálát megünnepeljük azzal. Magyar Intellektus ünnepel február 8. Nagyon jó. Feltalálok és tanárok ünnepe, fő nemzeti kvalitás ünnep, tanárokat mindenki a hátán viszi mindenhova. Csináljunk-e valamit még a magyar intellektus ünnepén? Csináljunk-e valamit még a magyar intellektus ünnepén? Mi az, ami, mi az, ami megnyilvánulna ez az ünnep? Sok bajnokság nem rossz, nemzeti Rubik kocka kirakás. Olvassunk hangosan mindenki mindenhol. Kivételesen nem iszunk. Nem, crack! Nem! Szóba nem jön, hogy nem iszunk. Tanároknak minden ingyen van, az annyira adnám, és akkor utána mindenki mazarátikkal rohangászna. Én matek tanár vagyok az általános iskolában Szegeden, és ez itt a mazarátim. Országos quiz night, kurva jó! Országos quiz night, nagyon jó! iszonyatosan jó, iszonyatosan jó. Egy, egy, applikáción keresztül mindenki részt vehet, és a fő, és a, a, a győztes az kap egy mazerátit. Nyelvünkkel akarunk valamit kezdeni, mert ha azt is lehetne még, azt is kéne még villogtatni. Nagyon jó ötlet, nagyon jó ötlet a magyar nyelvünnepe. Magyar nyelvünnepe, ünnepe. Pénz, a pénznap mellé oda. Magyar a a magyar nyelv az egyik szar nyelv. <laughs> nagyon nehéz megtanulni, és nem túl szép a hangzása. De berakom, berakom, berakom. Magyar nyelv. Berakom kérdésként. Országos quiznight, ez nagyon-nagyon tetszik. Tudtam. Tudtam, hogy valamit elfelejtettem. Tudtam. Tudtam. Fent hagytam a lángon a főtt tojást. Elfőtt a víz és felrobantak a tojások. <laughs> Szegény, szegény nudli, teljes pánikban. Tudom, tücs van. Ez van. Tudtam, hogy valamit. Tudtam, hogy valamit. Elfelejtettem. Megmutatom, megmutatom nektek nudli kamerán. Ezt sikerült csinálni. Kicsi, kicsi, vigyázzatok, mert itt felrobbannak. Franc meg! Oké, okay, folytatjuk! Folytatjuk. Áztas be, igen, be fogom áztatni. De ez most már, ez most már whatever. Új magyar nemzeti... Térjük vissza a témánkhoz, egyébként én ezt adom. Új magyar nemzeti első lapszám, Szilmai Gergely tojás. Abszolút. Nudli nem kapott sokkot? Nem, ő most megeszi a tojást, ami leesett a földre. Jót tesz neki, van benne protein. Oké, okay, visszatérve a témánkra, miután, miután, miután megéltük ezt a közös káoszt. Én azt hittem, hogy valaki bejött, mert olyan hangja volt, mint amikor valaki bejön az ajtón. És azért üvöltöttem elsőről, hogy ki az? Mert ugye az én kutyám, az nem egy házőrző. Tehát az teljes pánikban van, amikor valaki becsenget. De amikor valaki csak úgy bejön, amire volt már precedens, akkor csak néz. Csak így néz. Tehát így pont fordítva fogja fel a lényeget. Alright! Alright, magyar intellektus ünnepe, országos kvizet, ez egyébként Ez tökre, ez, tökre ez szerintem bőven elég. Ez szerintem bőven elég, Megemlékezünk a nagy feltalálókról, és tartunk egy kvizet a nap végén. Szóval a magyar nyelv napja létezik november 3 13, 13 már hivatalosan is. Értem, de nem érdekel. Tehát az a fontos, hogy itt mindent átvariálunk, hogy, hogy mert ezek az új nemzeti ünnepekkel az, az én mindenható minden ható pozíciómat is erősítjük. Tehát én olyan szintű vezető és diktátor akarok lenni, aki, aki, ne, aki így az lehúzza az összes nemzeti ünnepet a rolón, és azt mondja, hogy gyerekek, mostantól ezek vannak? És ezek jól hangzanak, bazmeg. Jól hangzanak. Melyik magyar állna ellen annak, hogy gyerekek, zaba ünnep. Gyerekek, zaba ünnep. Magyar Irodalom napja. Én ezt kiegészíteném, mert ez az intellektus, ez specifikusan a találmányok, a tudomány és stb. Magyar művészet napja. Ö napja, én azt mondanám, hogy ez legyen ugyanaz. Ez legyen ugyanaz, öö, ez legyen ugyanaz, öö, keresünk, öö, keresünk hozzá mindjárt dátumot. Én azt mondom, hogy, hogy a magyar öö, művészek öö, igen, magyar, öö, magyar kul általános öö, kultúra és és ez is az, igen, mindenhol zene szól, mindenhol festmények kiállítva. Tehát akkor lehetne, lehetne az, lehetne az, hogy, 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 ez, ez teljesen arról szólt, arról a vizuális kultúráról, arról a zenei kultúráról, arról a filmről szól, filmvetítések is lehetnek filmekvetítve, Tehát akkor, 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 akkor itt, itt borulja a magyar kultúrába a, a, az ország. Április 11. József Attila születésnapja, a Magyar Költészet napja. Ez nem rossz, mert egyébként az, az, hogy a, ma, a tanárokat visszük a hátunkon, amikor tiszta jég a beton, az még úgy necces, de én azt tudom, hogy a filmekvetítések, zeneszol, stb. Ez tök jó tavaszra. Ez tök jó tavaszra. Legyen április 8. Hogy írtátok? Április 11. József Attila születésnapja. Tök jó. Tök jó. Tök jó. Nem feltétlenül egyébként József illet, emelném ki, de ugyanakkor ez annyira tetszik, ez a dátum, hogy elfogom. Magyar uh, nap, február 8. Vagy mi ez? Az meg. Április 11. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Uh, magyar, uh, szerintem itt egy... Uh, nem is kell talán több. Nem is kell talán több. Rímekben? Mindenki csak rímekben beszél. Yes! Csak rímekben beszélünk. Fantasztikus, 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 imádom. És ez, értitek, miről van szó? Ez nem kell mindenkinek folyamatosan betartani, ugyanakkor mennyire szórakoztató lenne aznap így beszélgetni. Kéne valami, kéne vál valami őszre, augusztus, február, április, egyébként nem rossz, március, március 15. április, ez tök jó. Tök jó. Üh, kell valami őszre. Jó, jó, szerintem a rezsinapot fogjuk összetenni. Szerintem a rezsinapot fogjuk összetenni. <köhem> szerintem a rezsi napot, mert akkor az emberek karácsony előtt van, de nyár után, mindenki elkötötte a nyaralásra a pénzét, és, és készül az összes szerintem ez tök jó. Pénisz Nem! Nem! A pénisz az nyáron lesz. Az kötelező jellegen nyáron lesz. Nyáron szexellenek szívesebben Ugyanakkor nem feltétlenül, mert össze is rövidülnek a napok de nem, 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 annyira jó, nem annyira jó az embernek a közérzete össze, mint nyáron. Ha, ha te a vezető, akkor legyen a születés napoda. tök jó ötlet. Tök jó ötlet. Tök jó ötlet. Oké, okay, tovább léphetünk. Szerintem a Magyar Művészet napját megbeszéltük. Ugyanolyan, mint a, mint a tanárok ünnepe, csak itt nem, itt, itt mindenki csak rímekbe beszél. Fantasztikus, ennyi bőven elég. Ezek ilyen kisebb ünnepek, tehát nem ilyen, nem ilyen teljesen országot felborító. Ugyanakkor az, hogy csak rímekbe beszélünk, az biztos vagyok benne, hogy rengeteg mindent tesz majd nehezebbé. De ugyanakkor nagyon szórakoztatóvá is. Oké. Okay. Uh, reginap reginap Szeptember 20-a. És specifikusan az, hogy a, a magyar, magyar Király? Nem, nem, azért miniszterelnök leszek. Elosztogatja a fizetését. Kazsake, köszönöm szépen a 5 community Gifts Pont most, hogy éppen letettem az ígéretet, hogy elosztogatom a fizetésemet. Kazsake bedobta, hogy tessék, legyen miből osztogatni, természetesen ez megy a Monat aminek a sorsát még nem beszéltünk meg, de ne aggódjatok vasárnap, ezzel fogjuk kezdeni a streamet, ha beledöglök, akkor is Cheesy, kérlek emlékeztes majd vasárnap. Köszi szépen az öt Community Gift szabot, Kazsake! Kazsake, aki már 8 vanat tett le az asztalra, Jézus, mert ez őrült sok. Köszi szépen! Na! Rezsi nap, szeptember 20 a magyar miniszterelnök elosztogatja a fizetését. Ez tök fontos, mert hogy ezt minden évben ö, növeljük, és, fe, igen, felfoghatatlan obszén mennyiségű pénzt akarok keresni, és szeptember 20-án, e, izé, nem is minden évben inflációval növeljük, tehát, hogy nem nem, nem azt mondjuk, hogy, hogy ez egy standard összeg, hanem minden évben inflációval növeljük, de egy obszén összeg, egy... Tehát én, 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 mit én... Igen. Én azt mondanám, hogy mondjuk az én havi fizetésem, mint miniszterelnök az mondjuk 30 milliárd, és az, az úgy logikus, és akkor 360 milliárd, nem rossz az. Ja, 30 milliárd a fizetésem havonta. És ezt minden, ez, ez lehet, hogy sok. Lehet, hogy sok. Na mindegy. Tehát az a lényeg, hogy begyűjtöm a fizetésemet, majd szeptember 20-án kiosztom. Ez tök fontos, mert ez egyrészt egy... egy... Nem, 30 milliárdos sok lesz. Na mindegy. Nem? Ez, ez a sok, a sok. A sok. Bitcoin van. szépen. E, igen, mindegy, kitaláljuk majd a pontos összeget. A lényeg az, hogy begyűjtünk egy rakás pénzt, amit én visszadok. Ez egyrészt egy gesztus. Másrészt van egy hónap minden évben, amikor magyarok csak úgy kapnak pénzt. Nincs kötelezettség, hogy mire költsd el. Nincsen feltétel hogy miért kapod meg. Egyszer minden évben egyszer kapsz pénzt. És ez tök jó. Egyrészt ami kapcsolatunkat jó, jó hangulatúvá teszi, mi, én vagyok a miniszterelnök, de, de egy vagyok közöltek, és ezért nekem túl sokan van, úgyhogy odaadom nektek. Tehát van egy ilyen, egy ilyen kis haverság, haverság, érzete. Másrészt meg, meg tök jól kommunikálja az, a társadalom felé a politikusnak a szerepét. politikus kap egy rakás fenszűséget, menőhelyen dolgozik, jó kocsikba jár, kap, kap, biztonsági őrket, járhat foci meccsekre, stb. Rengeteg ilyen, ilyen kiemelt, kiemelt, státusz szimbólummal gazdagítja az ember életét, hogyha politikus, de én vissza kell adni a társadalomnak, vissza kell dolgozni a társadalomnak. És ennek a jelképes ciklikussága az, hogy én mindig félreteszem minden hónapban a geci sok pénzt, majd egyszer odaadom nektek. Ez tök jó. Ez tök jó. A forint maradna pénzen, minden szempontból, minden szempontból, de hát... Ez, ez, ez lehet, hogy ez egy másik streamnek a témája, de mindesetre én ezt beírom, hogy a forintot uh, lecsökkentjük, és visszahozzuk a fillért. Én, én levágnék a, a levágnék uh, két nullát a forintból. Tehát ami 100 forintba kerül, az egy forint lenne, és visszahoznám a fillért. Visszahoznám a filért. Um, a magyar filmpa fejlesztés. De gyerek, kezdünk egy kicsit eltávolodni az ünnepektől. Hajlandó vagyok, hajlandó vagyok ebben. erről beszélni. De, de most vegyük végig az ünnepek, mert még nincsen semmink. de már van őszre egy, de szerintem az nem lesz elég. Magyar napra. mindenki menjen ki szemetet szedni, és akinek a település a legtisztább, az kapjon még ingyen pénzt. Aranytallér. Ah. A, igen, az a baj, hogy a forint, az nem nagyon... Forint... Fi... Na, a fillér azt én tökre bírom, de talán az se elég magyar, mert a, a a forint, az olasz, ugye? Igen. Pengő is lesz. Hozzuk vissza a pengőt! A pengő, az kurva jó hangzik! Igen, oké, okay, a forintból pengő lesz. Én ezt adom. Hol a nudli? Korona, korona, e Gyerekek! Olyan tisztaságot hagyott Nudli. Olyan tisztaságot hagyott Nudli. Nagyon ügyes kutya Jó van, Jó van, De boldog valaki kapott tojást. Jó van, Jó Jó Ügyes Fantasztikusan boldog visszahoztam. Hungarian noodle. <laughs> noodles. Noodles és poodles lenne. Nagyon adom. Nagyon adom. Jó, erről beszélünk. Mert a pengő helyett poodles lenne, az elég jó hangzik. kredit nem rossz, de egyébként a korona is tetszik szírom az új fizetőeszköz. Milyen rohadt jó lenne, hogyha nem kerek alakú lenne, ami teljesen logikus, hanem ilyen szírom alakú. Te értelmetlen lenne, és rengeteg helyen szarul lehetne használni, de, de adom. Nudli, nem mehetsz ki több tojást tenni. Tessék visszaülni a helyedre, most produkáljuk magunkat az embereknek. Vedd ki a részedet belőle, utána kapsz még szétégett tojást. Jó? <tosz> Tessék visszaülni a helyedre helyedre. Jó van. Arany nagyon jó. Oké, 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 Ezt kezdjük, meg kezdjük megszavazni. Magyar Tisztaság napja egyébként csinálhatunk még, még ünnepeket. A rezsinap az tök fontos. E, igen, 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 ez, ez a, 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 a politikai, mert ez igazából a rezsinap az a po politikai felelősségvállalás ünnepe. Tehát ez gyakorlatilag arról szól, hogy, hogy jól pozícionáljuk a politikust, aki, aki vissza kell, hogy adja, amit kapott a nemzettől. Ez tök tetszik. Legyen új főváros. nem, nem. Főváros az, az már tehát Budapest viszont a Svábhegy lesz. az, új... A Schwab-hegyre építjük az új parlamentet. Az mindenképp. Az mindenképp így van. Csillagvizsgálóhoz pontosan, pontosan. A sváb, a koronázás helyszínt gyerekek, kezditek érezni, kezditek érezni a lényeget, és ezért kezdek nagyon büszke lenni rátok. Így van, így van. A svábságot be kell fogadnunk a magyar köztudatba. És az azért nagyon fontos, mert sváboknak ugye történelmi szinten sincsen igazán leütött tehát, hogy van valamennyi származásuk, de ilyen nagyon körös, hogy ezek pontosan mennyire voltak germánok. Viszont az egészen biztos, hogy tulajdonságok nincs a sváboknak. És ezért fantasztikusak. Ezért fantasztikusak. Én leszek a, a dicső sváb vezér, ami mindent jelenthet. Ő, ő szorgos, mert sváb. Ő, ő, ő környezettudatos, mert sváb. Ő, ő izmos, mert Schwab. Minden lehet sváb. Minden lehet sváb, és mindenki lehet sváb. Ezért csodálatos. Oké, okay. visszatérve az ünnepekre. E, gyerekek, muszáj megbeszélnünk a pénisznapot. Pénisznap nyárra. E, pénisznap nyárra. E, mondjuk, mi, mikor helyezzük? Mikor helyezzük a pénisznapot? Mindegy, erre kiket találunk A pénisznap az, az a... Csináljunk magyar... Az egyszerűen csak az, a, a, annak az ünnepe, hogy még magyart... Még magyart ez egyszerűen meg kell ünnepelnünk azt, hogy gyártjuk a magyart, és ez igazából egy, egy, nem, csak, nem csak egy privát nap, hanem egyfajta létöröm nap. Ez egy létöröm nap. Tehát, hogy faszaság, ilyen, hogy van magyar, cseng, még magyar, még magyar. Értitek? Tehát amellett, hogy ez egy nagyon vicces dolga, a mögötte lévő gondot szerintem kifejezetten, kifejezetten uh, pozitív, hogy, hogy annyira jól érezzük magunkat, mint magyarok. Olyan jó dolog magyarnak lenni, hogy, hogy még csinálunk többet. Tehát arra helyezni a, gyerek, a gyerekvállalást, hogy de jó létezni. Értitek? Nem arra, hogy amire most, hogy tessék gyereket vállalni, csináld, mert fogy a magyar. Persze, persze, hogy rossz, hogy fogy a magyar, de nem lehet az embereket rákényszeríteni arra, hogy, hogy gyarapodjanak, hogy nem érzik igazán jó élménynek ezt az egész dolgot, hogy csinálunk még embert. Úgyhogy a pénisznap az egy az egy, az egy létöröm nap lesz. Az arról fog szólni, hogy mennyire faszasság van. Na most, na most... Igen. Május május fasz kell állítani. A május az egy május fasz. május az egy május fasz. 0609 megvan, magyar... megvan beszélve. Megvan beszélve. Megvan beszélve. 0609. Ez egy létöröm nap. Na most nem, tehát hogy egyszerűen csak, egyszerűen csak csináljuk a Szentem, Szerintem, szerintem ennél, 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 nem kell több. Ö, és, és én azt mondanám, hogy vaginap. Én azt mondanám, hogy vaginap, elmondom, hogy miért, elmondom, hogy miért nem tudjuk kikerülni azt, hogy nem lehet mindenkit nem iszerv is benne ebben a, ebben a napban. A vaginap viszont viccesen össze, össze, ez egy szójáték. És magyarok szeretik a szójátékot, úgyhogy vaginap. Illetve, illetve mindenki, mindenki ezen a világon, így vagy úgy, így vagy úgy, nem igaz, mert császármetszés. Hát akkor nem tudom. Egyszerűen szójáték, le van szarva, el van döntve. Ezért lázadozhatnak a férfiak, hogy ki vannak rekesztve ennek a napnak az elnevezésébe, de szerintem nem fognak. Szerintem nem fognak. Aznapra eltörölni a közszemérem sértés? Úristen, abban a pillanatban omlana össze a társadalom. Abban a pillanatban omlana össze a társadalom. Nem töröljük el. Nem töröljük el. A közszemérem sértés az megmarad. Ingyenes, ú, ú, ingyenes női szűrések, HPV ingyenes oltás. Tök jó ötlet, tök jó ötlet. Csináljunk magyart. Üh, ingyenes egészségügyi szolgáltatás. De az amúgy is ingyenes lesz. Az a baj, hogy az ilyen szűrések, meg stb. ez abszolút, abszolút mindig is ingyenes lesz, hogy ezt, nem emelném így ki, mert szerintem az, az ilyen alap, alap egészségügyi, én ebben nagyon lipsi tudok lenni, hogy az ilyen alap, alap egészségügyi, tehát mint a tampon, meg az ószer, ezek legyenek már ingyenesek a francia meg, hogy fizesse az állam. <tereorgia> igen, Pontosan ezt akarjuk elkerülni. Pontosan ezt ke, 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 akarjuk el, elkerülni. Ö, igen, az, az örökbefogadásra is lehetne valamit csinálni. A lényeg az, hogy csináljunk, vagy szerezzünk, vagy szerezzünk, vagy magyart. Magyart. Tehát az abszolút az örökbefogadást én pártolnám. Én pártolnám, a magyar vér az így, így is egy turmix szinten kevert vér. Úgyhogy a abszolút nem függ attól, hogy hogyan lett magyar a magyar, legyen magyar. Mindenki szabadul messzenkedni, de hát, tudjátok, mint ennyit engedek, ennyit engedek, ennyit engedek, Ninc Na, a közszemérem sértés az megmarad, de egy napra lehet messzelnek lenni. Egy napra lehet messzelnek lenni mindenhol, bárhol. Tudod, hogy a gyerekeket nem akarod kitenni ennek, akkor majd otthon. Egy napra lehet mesztelnek lenni. Szerintem ez belefér. 0609 már, már meleg van, nem, nem, nem jelent különösebb egészségügyi veszélyt. Egy napra lehet messzelnek lenni. Ugye nem megyek ki, valószínűleg egyébként. De annál jobb, mert ha nem mész ki, akkor benn maradsz. És ha benn maradsz négy fal közt, akkor csinálhatod négy fal közt, amit sok ember nem szeretne tudni, hogy négy fal közt vagy nem. Narrátor, Rátor szépen a 300 bites, cheat, schwab bogarak, power. Így van. Így van, narrátor. Így van. Tökéletes. Pucér maraton. Pucér maraton. Nudizmus engedett, pucér maraton. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Tökéletes. Tökéletes. Imádom. A, maratona, maraton, a, a futás úgy általában a láb izmozása, az amúgy is növeli a tesztoszteront. Nagyon jót tesz. <laughs> streameljed négy fal között. Végén mindenki svábatlan futó lesz. Így van, így van. De gyerekek, de egyszerűen úgy általában, úgy általában a társadalom egészének ö, tehát, hogy, hogy... Szerintem, 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 a, szerintem a magyar az lehet egy erotikus nép. Szerintem a magyar az lehet egy erotikus nép. Nem kell nagyon erotikusnak lennünk, mint a franciák nem kell, nem kell furán erotikusnak lennünk, mint a németek, de úgy, úgy lehetünk, úgy le, behozhatnánk, behozhatnánk a magyar öntudatba az így a testtel való okéságot, okay nem? Szerintem egy, 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 pucér maraton minden évben az teljesen oké, okay. teljesen oké. Okay. Maturin, szépen a 11 hónapos subscription -t. örülök, hogy, hogy pont most, örülök, hogy kiérdemeltem a 11 hónapos támogatásodat abban a pillanatban, amikor kimondtam, hogy egy pucér maraton azért belefér. Mi tényleg szexik vagyunk? Úgy általában magyarok tök szexik. Létorom nap, magyarok szexik. És ez tök jó. Csináljunk, hogy szerezzünk magyar nullizmus, engedett pucér maraton. Tökéletes. Szerintem ezzel a vagi napot letudtuk. Szerintem ez így teljes mértékben jó. Na most nézzük át, hogy mink van eddig, mert egészen jó. Na most a, igen, a, a, az általános, az általános változás, változtatásokat az szétszedem, de van egy államünnepünk, van egy kaja ünnepünk, ahol eszünk. Megünnepeljük az intellektusunkat, és a művészetünket, magyar művészet, ne, 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 magyar kultúrnap. Én a kultúrás sok rétű én, én, művészetnapnak nevezném. Van egy rezsinap, ami pénzkörül fog, van egy vaginap, ami szexkörül fog. Mi hiányzik még? Mi az, amit még nem ünnepeltünk meg, bicske? Most jöttem itt nálunk a sötét zalában. Hoppá. Az adventi gyertyai lángi elfúrásokat úgy teltetek, akire száll a füst, az abban évben az a családta fog meghalni. Jézus Máriám! Milyen kö Jézus Máriám, milyen könyörtelen! Hát ez fura. Hát ez fura, de, de ilyen szokásokat csinálhatunk még, csak kevésbé morbid. Kevésbé morbid. De, de tetszik, köszönöm szépen. Ez nagyon érdekes. Azt tartották, hogy elfújják a gyertyát, és akire a szállót meg fog halni valaki. Miért? Miért kell erre gondolni? Fiak Fury, köszönöm szépen a subscription-t, magyar huszárnap, ugye lovasnap azt adom. Lovasnapot adom. Oké, okay. lónap. Lónapot kívánok. Lónap, mindenki lova, mindenki csak lovon járhat. Nincs autó. Mit szóltok ehhez? Mit szóltok ehhez? Úgy általában én szeretném erősíteni a magyar, mint lovas nemzetnek a érzetét. Egyrészt ez egy kicsit összekapcsol minket a régmúltunkkal, másrészt relatíven ritka a lovas nemzet manapság, és kurva menő lenne, ha minden, minden magyar tudna lovagolni. Kéne több ló? Sokkal több ló kéne. Sokkal több ló, ló kéne. Honnan lesz 9.6 millió ló? Most már nem is vagyunk annyian, ja, ja de tényleg, mert egy millió magyart akarok letenni, és most vagyunk 8.60. Igen, honnan lesz 9.6 millió ló? Na nézzük, számoljuk át, mert azért a csecsemőknek nem kell. Én azt gondolom, hogy 8 éves kor alatt ne üljön az ember lóra, mert lelőbb, lerúgja magáról a ló. 8 év alatt ülnek emberek lovakon, szerintem akkor maximum pónikon. Valaki lovag, lo, lovagol itt? Mikortól lehet lovon ülni? Akkortól lehet lovon ülni, amikortól lehet lovon ülni. És akkortól 70. 5 éves korig lehet lovon ülni. Fogad, fogad se rossz. Fogad abszolút engedélyezett. Fogad, absz max fogad. Képzétek el a villamosok, a villamosokat ö, lovak húznák. Tök menőlen, és így ott ülne előtte az arc, és így oda csapa. Mit 40 lónak, ami el tud vontatni egy, egy villamos. Kurva menő lenne. Fogatos mentő, a, abszolút, nem, nem, azért nyilvánvalóan, nyilvánvalóan, tehát a rendőrautók mentőautók azok, azok mehetnek. Lova, ugye? De amúgy nincs, amúgy csak és kizárólag mindenki lovon járhat. Szerintem ez teljesen, szerintem ez, ez nem igazán kell megmagyarázni, ö, ez egyszerűen csak a régmúlt ünnep, tehát, ö, ez egy, mert ugye van, ezek ami, ami, ami úgy, úgy, úgy elke, átvettem obama a nyökögést, csak ő szexiben csinálja. Szóval alapvetőleg én úgy gondolom, hogy ez itt relatívja kevés a régmúlt ünnep, úgyhogy ez tök jó lesz, hogy régmúlt ünnep. Mindenki lovon járhat, nincs automax fogat. A rendőröknél csak hosszú, vagy rövidíj. Nagyon nem. De nap. Ez egy íjásnap is lehetne. Mindenki lövöldözik, mindenki lovon ül. Az egész egy egy ilyen klasszikus horda ünnep. Március 17, a má nem rossz egyébként kincsemre emlékezvén. Mondjuk én, öh, az a film, az nagyon szar volt. De <laughs> márciusban már van nekünk valami. Márciusban, márciusban már itt van az állam újraalapítás. És itt a lónaphoz kellett volna, ugye, amit, amit honfoglalás, ünnep, ló, ünnep, hálaadás. Tehát, Régmúlt ünnep, hálaadás. Mindenki csak lovon járhat, nincs automax fogat. Ilyász nap, és az, az este rakunk egy tüzet. Este tábortűz. Hálaadás. Én ezt szeretném, hogy a hálaadás az ne modern legyen és civilizált. Szerintem tök fontos, hogy, hogy a hálaadásnak legyen uh, valami archaikus eleme. És ehhez tökre illik a tábortűz. Tehát a hálaadás az egyfajta egzisztenciális öröm. Nem feltétlenül az, hogy de jó, bazd meg, mert nyilván ezt ünnepeljük. De jó, hogy bejöttünk ide, a Verszkei hágon átjöttünk. De jó, hogy vagyunk, mint ország, hogy, hogy elkezdtük az építésünket. De jó, de jó, de jó. De valamilyen szinten a hálaadás az a puszta egzisztencia irányába is kell, hogy menjen. Tehát filozófiai alapokra kell helyezni. És nekem nagyon tetszik, hogy ez visszanyúlunk a régmúlthoz. És, és egy megragad... Ne, tényleg, egy, egyfajta egy, egy megragadhatatlan, sőt, ennek lehet, hogy mondjuk a nyári új hold, vagy valami ilyesmi, Tehát nem is kéne, hogy egy specifikus dátummal legyen, de tökre tetszik, hogy ez egyfajta, ez egy fajta archaikus, ez egyfajta, fajta mi, igen, ahogy mondtam, egy, ez egy ilyen filozófiához kapcsolható, már-már vallási szerűségű ünnep. Mokói hagyma ünnep. <laughs> Köszönöm a százvites Maga Mokói hagyma ünnep, sírva végig a magyar. Hú, valami zene. Aha. Tehát valamit a magyar pszichológiával kezdnünk kell. Oké, okay, András, ezt megígyeztem, ez lesz a következő. De most erre, erre, erre... sámán ünnep. Ugye? Abszolút kiosi. Abszolút. Tehát, hogy ez egyfajta... Nem is kell feltétlenül, hogy sámán, mert annak vannak történelmi konnotációja, amit nem feltétlenül tudunk betartani. De régmúlt ünnep, régmúlt ünnep tábortűz, haladás természet. Tehát, hogy ez egy ez fajta... Igen, ez egy... Háladás természetben váljátok. Természetben. Ö, ugye ahol tábort üzezünk, és igen, ahol, lét, a lé, ahol a létezésért adunk hálát. És meséljük a régi családi történeteket, a régi országos történeteket összegyűlik az összes generáció, aki össze tud gyűlni. Az egész egy ilyen nagyon sámánisztikus, fair enough, de a vallási konnotációkat elhagyván egyszerűen csak ülünk, nézzük a tüzet és örülünk, hogy létezünk. Tök jó. Tök jó. Szerintem ez tök jó. Szalonnasütés abszolút belefér. Mindenfajta egyszerű dolog, tárgyi dolog, természeti dolog. Tehát én azért nem főznék gulyást, ahogy írtagat van. Mert az már egy komplexebb dolog, szalonnasütés. Fel is írom, fel is írom, mert a szalonna sütés az ilyen egy bot, rá egy hús, megégetjük. Ilyen, erről kéne szólni ennek az ünnepnek. Elvonunk egy kicsit a technológiától, elvonunk egy kicsit az újkori eszközöktől, és azt mondjuk, hogy gyerekek, bazd meg. Azért mégiscsak a nap végén létezni a legjobb. Mégiscsak a nap végén létezni a legjobb. Tök jó. Tök jó ott is lehet pucélkodni. Különös lány nagyon szeretne pucélkodni, mindenhol lehet pucélkodni, ugye általában, de, de, de nem, tehát mondjuk azért nem mindig lehet, nem mindig lehet, nem, nem évente egyszer lehet pucélkodni. Amúgy csak jelölt helyeken és, és, és privát területeken lehet pucélkodni. Én azért nem szeretném, hogy teljesen, teljesen urista ország legyünk. De az, hogy, egy, az, hogy évente egyszer azt mondjuk, hogy a magyar nem... hogy, hogy, hogy melyik volt ez a mese? A, 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 a királynak a, volt a király új ruhája, vagy hogy hívták azt, amikor amikor rászapta a szabó a láthatatlan ruhát, és senki nem mert oda szólni. Király új ruhája, az-az, az-az, az Na, évente egyszer tartunk egy ilyen ünnepet, és mindenki mesztenek. A parlamentben is mesztenek. Azt hiszitek, hogy én nem egy szál péniszbe fogom előadni, aznap az, 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 ülés nyitó beszédet. Abszolút minden további nélkül. Nincs, nincs mit szégyen, nem gyönyörű vagyok. Ahogy mindenki más is miért, mert a magyar test gyönyörű. A magyar lélek gyönyörű, a magyar agy gyönyörű, a magyar kultúra gyönyörű, a magyar múlt gyönyörű, és a magyar jövő is gyönyörű, és ezzel fogjuk zárni. Kell egy jövőben mutató ünnep. Kell egy jövőbe mutató ünnep, mert szerintem minden másunk megvan. Megvan a régmúlt, megvan a közelmúlt, megvan a kultúra, megvan a kulinaritás, megvan az intellektus, megvan a művészet, megvan a pénz, tehát az egzisztencia. Megvan a vaginap, tehát az egzisztencia szó szerint. Tehát jövőbe mutató ünnep kell, és kész vagyunk. Mi legyen... Mi le, jövő és űrkutatás? Hmm. Hmm. Császár új ruhája, igen, igen, jogos. Csodák napja? Közönségileg megszavazzák a fiatal feltörő feltalálók terveit megvalósítása. Hú, vagy ez bele lehetne vonni az intellektus ünnepébe? Nem, 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 azért nem, mert a magyar intellektus ünnepe az alapvetőleg a tudósokra, a talál, feltalálókra és a tanárokra fókuszál, tehát azokra, akik művelik, és a szó szoros értelmében, vagy a szót, szó átvitt értelmében művelik a magyar intellektust. Tehát vagy, ugye, aktív tanárok, aktív, mit technológiai munkások és feltalálók, vagy művelik a jövő nemzedékének agyát. Ez tök jó ilyen szójáték, ez nekem nagyon tetszik, ezért én magyaráztam el. De, de, tetszik ez, hogy megszavazzuk. Hú, tetszik ez, hogy megszavazzuk, hogy mit csináljunk. Tetszik! Jövő nap. Nem tudom, ezt lehet, hogy majd átnevezzük. Jövő napot tartunk, amikor megszavazzuk, mire költsük, mire költsük a pénzt. ezen a napon összes, ezen a napon van az összes nem nemzeti konzultáció, hogy mondják ezt? Népszavazás. Egyszer lehet évente népszavazás ezen a napon. Ezen a napon. Mindenki kimegy és megszavazza az összes faszon kérdést, ami érdekli. Én azért, ta azért tartom ezt jó ötletnek, mert alapvetően így hozzászokunk, hogy kivegyük a részünket az ország jövőjének alakításából. És ezért erre a napra az összes népszavazást berakjuk. Kapjon mindenki robotkutyát? <laughs> nem, nem, nem. Nem úgy, nem úgy jövő, hogy futurisztikus. Ez nekem egyre jobban tetszik. Hogy a népszavazás most egyik kitaláltam. Nekem egyre jobban tetszik, hogy ez egy fajta, ez megint csak egy fajta összefogás ünnep. Ar, az a kapcsolat, de nem az a kapcsolat, hogy mi volt a múltban, vagy hogy mi a jelenbeli értékünk, hanem mi az, amit létre tudunk hozni. Megszavazzuk mire költsük a pénzt? Ez tök jó. Az összes népszavazást bele, ide rakjuk, megszavazzuk, hogy, hogy űrkutatásunk legyen, vagy napenergiába helyezzük a pénzünket, megszavazzuk, hogy milyen kutatókat támogassunk, ez nekem tökéletes tetszik. Utazás is ingyen lenne? úgy általában én, hogyha szavazás van, akkor, akkor, ingyen van a tömegközlekedés. Mindenhova. Ez minden szavazásra igaz. Minél több magyar szeretnék rávenni, hogy politikai érdekelt legyen és szavazzon, egyértelműen rám, mert én vagyok a legjobb választás, és emiatt ilyenkor ingyenes a tömegközlekedés, mindenki felülhet, bárhova csak hogy el tudjon jutni az urnákhoz. Ezt én beraknám valamik az éveleire elejére, tök jó ötlet. Tök jó ötlet. Bocs, bocsát, a régmúlt ünnepet nem határoztuk meg, hogy mikor legyen. Szerintem a régmúlt ünnep az egy nyárzárás, tehát ez egy augusztusnak kéne lennie, csak augusztusban van, van a Zaba ünnep. Tehát én azt mondanám, hogy a... El kell osztanunk mindegy, a lónapnak és a jövő napnak meg kell találnunk az időpontját. Ezzel még gondolkozzatok. Ezt én beraknám, de nem rossz ötlet, Pruki. Ilyenkor karácsonykor van egy szokásunk, úgy hívják, hogy regülés. Igen, erre emlékszem. Van ennek egy része, amikor a falu lányait összegyűjtötték, és erre az alkalomra készített botta, jól elverték a fiúk őket. Mindezt jó egészség érdekében. Ez nekünk a Halloween. Tehát ez nekünk a Halloween, amikor a gyerekeket verjük. A nőket nem verjük. Nőket nem szeretném verni. Úgy értem, hogy ez értem, hogy jó egészség, de úgy általában, vagy máshol megadjuk. Őszi, őszi és tavaszi nap, napi egyenlőség a régmúlt és a jövő nap. Kurva jó Kurva jó! Nagyon jó! Őszi, őszi, napi... Ez nagyon jó ötlet! És akkor ezek ilyen... Mert, mert össze vannak kötve... Az univerzum... Ez zseniális ramp! Ez zseniális... Ez azért zseniális, mert ahogy mondtam, szerettem volna a, a, a régmúlt ünnepet, azt valahogyan a természetel összekötni, mert az általában egy természeti, természet ünnep, és, 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 és ezért tök jó, hogyha, hogyha valami ilyen szelesztiális dologhoz kötjük. Jövő nap ugyanúgy egyébként lehet egy fajta, fajta asztrológiai dologhoz kötni, nap, tavaszi napi egyenlőség, remek ötlet. Megszavazok, mire költsük a pénzt. A tavasz amúgy is jobb, mint a nyár, mert a tavasz az ugye az új kezdet. Jó ötlet. Gyerekek, én szerintem ezzel meg vagyunk. Ezek az új ünnepeink, és szerintem nem igazán kell több. Állam alapító, igen, végig soroltuk már, de vegyük újra egybe, állam alapítás ünnepe, a kulinaritás ünnepe, az intellektusunk ünnepe és a művészetünk, kultúránk ünnepe, van a pénz és a szex ünnep, van a múlt és a jövő ünnep kész. Szerintem ez a lista tökéletes. Ennél többet nem igazán kell ünnepelni. Nem választottunk ki, amit én kiraktam előre, csatát. De nekem tökre... Opa, nem választhatunk itt csatát, én akartam keresni győztes csatákat, ahol elküldünk valakit a kurványába, de igazából nem kell. Tökre tetszik, hogy amerre ment a beszélgetés, alapvetőleg egy olyan stabil, magabiztos keretet alkottunk, ami csak rólunk szól, de mégis megfelelően erős, tápláló és részletgazdag ahhoz, hogy szórakoztató legyen. Nem állított sorba? Rendben. Mikor van a tavaszi napé, őszi napé? Nem, szerintem nekem ez így tetszik. Ez így tetszik, majd beírjuk a naptárba. Én nekem ez azért tetszik, mert alapvetőleg nem, nem dátumon, dátum alapján van listába szedve, hanem társadalmi szegmens alapján van listába szedve. És igazából ezeknek az ünnepeknek tényleg az a lényege. Tehát ez egyfajta, ezek, ezeknek az ünnepeknek nem az kell, hogy ja, és akkor itt elverték a picsánkat, vagy, vagy leverték a lezadásunkat. Ezeknek az ünnepeknek a lényege az egy felsőbb értéknek az ünneplése az egy, az, egy, az egy specifizmusnak az ünneplése, nem feltétlenül egy, egy, egy eset. És ezért tökre örülök, hogy elengedtem azt, hogy, hogy csatákat ünnepeljük. Le van szarva, hogy egri viadal, király. A viadalt a lónapon megünnepeljük, amikor a régmúltra beszélünk, hogy mennyire reziliens a magyar, mennyire kemény a magyar. De ezen túlmutatva alapvető értékeket ünneplünk, és ez tök menő, mert erre van szükség. A magyar önérzetnek szerintem, sokkal több értékre van szüksége. Mert ez a lista, bazd meg, ez a lista, hogy, hogy milyen a magyar ember, újító, alkotó számú, stb. Ez messze egy túl rövid és túl céltalan lista. Mi most kiegészítjük, kiegészítettük olyan értékekkel, amiket végig tudunk ünnepelni. Végig tudjuk ünnepelni a kultúránkat, az intellektusunkat, a találmányainkat, a jövőnket, a múltunkat, stb. A régmúltunkat és a közelmúltunkat. És ebben rengeteg érték belefér, amit mi nevén tudunk nevezni. Én szerintem ez fasza, szerintem nagyon köszönöm mindenkinek a segítségét. Ez így fog szerepelni a kormányprogramomban, és biztos vagyok benne, hogy meg fognak választani minket, mert milyen, mert milyen a magyar szerintem sokkal jobban szeretni jól érezni magát a saját bőrében, mint hogy ragaszkodjon a történelmi múltjához, ami az ünnepeket illeti. Én garantálom, hogy mindenki azt mondja, hogy hé, 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 azért az államalapítást meg kell ünnepelni, de amikor azt mondjuk neki, hogy figyelj, mi így fogjuk megünnepelni a magyar értékeket, és sokkal mélyebben, sokkal szórakoztatóban, sokkal ünnepiesebben, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy fakje, yeah, mert a nap végén mi nem egy specifikus eseményt akarunk ünnepelni, hanem magunkat akarjuk ünnepelni és ezt garantáltuk ma. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ezzel zárom a Smart Streamet. jó volt, nagyon érdekes dolgokat ö, ö, tettünk le. Biztos vagyok benne, hogy könnyedén fogjuk implementálni, amikor oda jutunk. Köszönöm szépen a 200 bites csírt! András, zseniális, és egy jó mikrotársadalmi lelet is, ö, oké, még ha nem is komoly. Ugye? Ugye? Abszolút. Ezek, ezek a smart ezek a hülyeségek, ezek nyilvánvalóan ö, ö, Szó, vagy ilyen, ilyen agymenésekre is tudnak szólni, de ugyanakkor azért mögötte sok mindent, sok mindent gondoltam én ma át a magyarságról. Remélem ti is, remélem tetszett, köszönjük, itt voltatok, pokepéntekkel folytatjuk, most pihenjetek egy nagyot, én voltam, voltam viszontlátásra. Ez nem egy videó! Ez nem egy videó! Majdnem, el, majdnem elköszöntöm, hogy én meg Gergő voltam. Nem sokára újra találkozunk, pedig ez a helyzet. Szevasztok!